Most volt erre forrás, itt lehetett ugye pótolni, most itt négy parkolóhely jött létre, hát annak is jelentősége van, mert egyébként ugye a zöld területből kell elvenni, tehát nem minden kerül neki, de ennek végül is a lakók örültek és megköszönték, mert ez a négy hely is tud számítani. Hát nem mereség, nem meg fél percét a Körkemenc utcán, és lett háromszabályos parkoló csinálva, hát ugye egyáltalán nem volt ott sem kijelölt parkolóhely. A képviselő éppen azt mutatja, miért volt szükség újabb parkolókra itt Adiváros szívében, a Szigeti Attila utcában. Ebben a 10 emeletes háztömbben több százan élnek, és egyre több az autó is. A ház mögött most összesen 7 darab murvás és gyeprácsos megállóhelyet alakítottak ki. Ugye az a kérdés, hogy lesz rá keret, mert most ez a rövid szakasz körülbelül ennek a leaszfaltozási ránézés kb. 3-400 ezer forint. A lakók is örülnek a fejlesztéseknek, de mindig újabb és újabb kérésekkel találják meg a képviselőt, Radnóti Ákos pedig, ha lehet, azonnal intézkedik is. Ő kezdeményezte a mostani komplex fejlesztéseket is, amelynek keretében nem csak parkolók, de járda, burkolatjavítás és 2 fekvőrendőr is megvalósult a ház előtt vezető szervízúton. Jó pár helyen itt ugye járdákat is felújítottunk, új átkelőket építettünk ki, és itt a 10 emeletes tömb mellett lévő parkban átadtunk egy újonnan megépült járdát. Eddig ugye ilyen földes út volt, teljesen kikopott volt, lényegében sártengeren kellett átkelni, és úgy gondoltam, hogy ott egy kisebb pihenőparkot is kialakítunk a járda melletti részen, tehát padokat helyeztünk el, bokrokat helyeztünk ki, szemetes kukákat, tehát igényes, normális környezetben lehet most már lemenni, pihenni, és bizony benne tavasszal a füvesítésnek is meg lesz az eredménye, és szép környezet várja majd itt a lakókat. A mostani munkákat a győri útkezelő, illetve a Győrszól végezték, a képek tanúsága szerint kiválóan, a fejlesztések pedig nem állnak meg a körzetben. Az Ifjúság, a Kodály Zoltán és a Szigeti Attila utcák mellett Adiváros többi részén is rengeteg még a megvalósítandó terv. A képviselő azt mondta, amire pénzt tud szerezni a városi keretből, azt mindenképpen megvalósítják. A cél ugyanis, hogy 2014-re egy a korábbiaknál sokkal élhetőbb és kényelmesebb lakóteleppé váljon a 35-40 éve épült adivárosi lakótelep.